A világbajnokság miatti szünetet aktívan használta fel a Kisvárda Mastergood női kézilabda csapata. Edzőtábor és felkészülési mérkőzések tartították a programot, amelyek között a Bajnokok Ligája résztvevő Szlovén Kribjubjánával közös edzés és két győztesen vett összecsapás is szerepelt, amelyeket már az Érd elleni december 30-ai hazai összecsapás főpróbájaként vívtak meg Máté Fiaszter tanítványai. Próbáljuk ezeket a közös gyakorlásokat és közös edzőmérkőzéseket felhasználni, hogy az a ritmus, amit például egy Érd is játszik, tele van válogatott játékosokkal, spanyol, francia, magyar válogatott játékosokkal, szerb válogatott, a Krüpes az egyik legnagyobb erősségük, tehát megpróbáljuk most ezeket begyakorolni. Az Érd jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, igaz három mérkőzéssel többet játszott a Kisvárdánál. Máté Fiaszter csapatában a válogatott játékosok már korábban teljes mértékben vissza tudtak csatlakozni a felkészülésbe. Rajtuk kívül a sérüléséből felépült Marincsák Nikulett is már bevethető az Érd ellen, de talán már a sérülése után újra edzésbe állt Triscsuk Krisztinára is számíthat a szakmai stáb. Az Érdnek talán már egy régebb összeszokott magja van, egy gerince, amire épül a kezdőcsapatuk, és minden évben azért megpróbálnak erősíteni. Nálunk is jó képességű játékosok vannak, és nagyon bízom benne, hogy december 30-ára az a megfelelő összeszokottság, amit ősszel azért néha tapasztaltunk, hogy hiányzott az összeszokottság, egymást nem igazán értették meg a játékosok. Én nagyon bízom benne, hogy most már sokkal gördülékenyebben, sokkal olajozottabban fog működni az a gépezet. Az Érd elleni mérkőzés csak egy nehezebb sorozat nyitánya a Kisvárda számára, hiszen a szombati mérkőzés követően január 6-án előbb Dunaújvárosba látogat Máté Fiaszter együttese, majd 13-án hazai pályán a Ferencvárost fogadják.